Drága magyar barátaim, hölgyeim és uraim! Köszöntsék Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét! Antónia, én drága feleségem, nélküled nem tartanánk itt. Sokat köszönhet neked a magyar nép. Egy új korszak kezdődik, ahol a magyar nők és férfiak együtt építhetik a nemzetet. Egész életemben a haza iránti szeretetem irányított, és végre a magyar népnek felelős kormányt alakíthattunk. De kezdjük az elején. Megvagy! Te vagy a hunyó! Gyermekeim, a tanítótok már vár rátok! Ó, ne! Olyan jó lenne játszani még egy kicsit! Tessék szépen elindulni, hiszen tudjátok, a kötelesség teljesítésében talál az ember igazi megelégedést. Tudjuk. Hát jó, menjünk. Szüleim igaz hívők voltak, akik tényleg szerették hazájukat és sokat jótékonykodtak. Ők voltak a példaképeim. Ki lehet ez az úriember? Kedves Antónia, lenne kedves, és nekem adná a következő táncot? Örömmel, kedves! Lajos, gróf németújvári Batthyány Lajos. Engedje meg, kisasszony, kegyed a legszebb virágszál, akit valaha láttam. Első pillantással ránk talált a szerelem. Egy év múlva már össze is házasodtunk. Bejártuk egész Európát, s közben egyre jobban egymásba szerettünk. Majd hazatérve minden erőnkkel a reformok élére álltunk. Hölgyeim, mi is tehetünk el a magyar gazdaság fellendítéséért? Vásároljunk magyar termékeket! Nézzék csak ezeket a magyar kezek által készített szép ruhákat! Micsoda újdonság és frissesség! Antónia kedves, ön új divatot teremtett! Én mostantól csak magyaroktól vásárolok! Öröm ezt hallani! És milyen fülbemászó ez az új magyar nóta! Ah, igazán kivételes páros! Bizony, Antónia egy igazi kincs. Mindenben támogatja férjét, még magyarul is milyen jól megtanította. Én és a húgom is valódi hírességek lettünk. Még Petőfi Sándor is írt rólunk pár kedves sort. Láttátok-e a két tündérvirágot? Borús hazánknak két sarkcsillagát. Evezhetsz bátran, nemzetem hajója. Nem veszhet a szélt, aki ilyet lát. Miniszterelnök úr, a teája. Drága Antónia, köszönöm. Pörögjön az aludtól, Lajosom. Pörög bizony. Most kell cselekednünk. Minél több változást törvénybe iktatnunk. Félek, nincs sok időnk. A bécsi udvar nem nézte jó szemmel, hogy erősödik a magyar nemzet. Veszélyesnek tartottak minket. Köszönöm neked minden jóságodat. Te mindig jó angyalom voltál. Bocsásd meg nekem minden szomorúságot, melyet okoztam neked. Lajos, drága férjem, mit tettek veled? Mit tettek velem? Igazságtalanul kivégeztek, mint valami árulót. Szörnyű veszteség. Félelmeink 1849-re beigazolódtak. Lajos januárban fogságba került. Mindent megpróbáltam, de hiába. Szerelmemet, Magyarország első miniszterelnökét ősszel kivégezték. Drága Lajosom halála után számüzetésben éltem gyermekeimmel, és csak 4 évvel később térhettünk vissza szeretett hazánkba. Kötelességünk segíteni a magyar nemzetet, a szegényeket, az árvákat. Szívemből szólsz, drága Toni. Hölgyeim, ünnepélyesen jelentem, ezennel megalapítjuk a magyar gazdaszonyok egyletét. Feladatunk, hogy mind a szegényebb, mind a tehetősebb lányok megfelelő oktatást kapjanak. Támogassuk a rászorulókat, éhezőket, árvákat. Hozzunk létre árvaházat,
Gyűjtsünk adományokat! Gratulálok, grófnő! Igazán kivételes vásárt szerveztek a hölgyekkel. Köszönöm, kedves grófnő! Vásároljon valami szépet, és álljon a jó ügy mellé. Ó, hát ez? De Ákveri saját kezével faragta. Bizony, ez az utolsó darab belőle. Úgy elkapkodták az urak. Ó, micsoda szerencsém van! Hazaviszem Károlyomnak. Persze titokban majd én is beleszippantok néha. Nem unatkoztunk a hölgyekkel. Vásárokat szerveztünk. Főztünk a szegényekre. A pesti úri szalonokat varrodákká alakítottuk, és ruhákat készítettünk. Egyre többen támogattak minket. Liszt Feri például jótékonysági koncerttel segített nekünk. Az én Loisim utolsó levele. Mindig magamnál hordom. Hogy mi a boldogságom nélküle? Felkarolni az elesetteket. Ebből merítek erőt mindaddig, míg újra együtt nem leszünk oda át az örök hazában. Tarts velünk és fedezzük fel együtt, hogyan válhatsz te is igazi hőssé. Nézd meg a többi videónkat is a reformkornagyjai.hu-n.